Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy hétvégi üzenetjóslást mutatok nektek. Ezek a lapok közlik a hétvégi eseményeket. Először megtekintjük a pénteki napot. A felső kép mutatja a napi témát. A kép egy boldog családi életet mutat, barátokkal, akikkel örvendezni lehet, vagy családi ünnepség, vagy egy vidám társaság, de ez csupán a látszat. A 9-es szám olyan érzésekre utal, hogy ez nem megy tovább, ez le kell zárni. Ez olyan hamisság, ez nem mutatja a valóságot. Lehet, hogy ez a ti helyzeteket tükrözi, vagy pedig a párotok helyzetét és az ő érzéseit. A baloldali alsó kép az elképzeléseiteket mutatja, vagy az ő igényeit, barátság és hűség. A háttérben lévő ház a biztonságra utal. Ezen a szombati napon is a felső kép mutatja a nap témáját. A hold arra utal, hogy valaki gondol rátok, vannak álmai és vágyai. Jelentheti azt is, hogy ti álmodoztok. Valaki vagy valami közeledik hozzátok. A hold mutatja az anyai érzéseket is. A lenti képek is hatnak a szombati nap eseményeire. A gyermekek állnak a középpontban, vagy elmerültök az álmaitokban, visszatérnek a képek, az emlékezések a gyermekkorotokra. De ez mutathatja az ő világát is. Egy kis nosztalgia van benne. A kártyáknak vannak szimbolikus jelentései is, és mutathat egy kezdetet. Valami közeledik hozzátok, és ez egy újdonság lesz. Vagy egy meghívás, vagy egy ajándék. Örüljetek annak, ami most közeledik, mert ez kellemes lesz. Egy kellemes meglepetés. A jobb oldali kép azt mutatja, hogy egy férfi közeledik hozzátok. Ezt ő előre kitervezte, de ő úgy fog tenni, mintha ez véletlen lenne ez a találkozás. Azt fogja mondani, ó, micsoda meglepetés, hogy így összefutottatok az utcán. Az lehetséges is, hogy ez a férfi pontosan az, aki rólatok álmodik. És most lezárjuk a szombati napot, és átmegyünk a vasárnapra. A felső kép itt is a fő napi témát mutatja. A 2-es szám a képen azt jelenti, hogy két személy. De a kártyán megjelenik egy harmadik, és figyeli a játék menetét. A játékosok el vannak foglalva, ők észre sem veszik, hogy valaki még itt, ebben a helyiségben tartózkodik. Mint ahogy említettem, a kártyáknak vannak szimbolikus jelentései, és ez arra utal, hogy valaki figyeli a dolgaitokat, vagy az ő lépéseit. Ez lehet egy férfi, de lehet egy nő is. Legyetek óvatosak! Az alsó képek a levegő elemét mutatják, erre utalnak a kardok. A hölgy a baloldali képen aktív, lépéseket tesz, hoz döntéseket, a férfi a jobb oldali képen várakozik, vár egy hírre, mutatja az ő elvárásait. A kardok szimbolizálják a félelmek és a harcok lezárását is. Ez volt a hétvégi jóslásom. Köszönöm figyelmeteket, viszontlátásra! Üdvözöllek benneteket Mallorca szigetéről, Denderá!